Legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová megy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, Jézus búcsú beszédéből hallottunk egy újabb részletet. Az egyház pünkösd előtt és még mennybe menetel ünnep előtt fölolvastatja részletekben Jézusnak a búcsú beszédeit. Hallottuk azt, hogy a tanítványoknak a lelkét szomorúság, aggodalom tölti el. Tudják miért? Ezért kérdezi meg az Úr Jézus, hogy most nem kérdezitek meg, hogy hová megyek, hogy mi lesz velem. Mert hogyha visszalapozzuk a búcsúbeszédet, akkor ott megkérdezik, hogy hová megy. És most nem kíváncsiak rá, mert ez a szomorúság, ez a szorongatott helyzet nem csupán Jézus távozásának az eseményét idézi föl a tanítványokban, hanem a szenvedés történetet. Arról, amiről Jézus oly sokszor beszélt nekik. Az emberfiát kiszolgálják, kiszolgáltatják, keresztre feszítik, de az majd harmadnapra föltámad. Kell ehhez a hit. De még mennyire kell a hit, hogy az ember valóban az Isten gondolatai és szándéka szerint tudjon gondolkozni. Nem akarnak részesülni abban az ítéletben, amelyről az Úr Jézus beszél. Hallottuk, hogy az első az ítéletben a bűn. Azt, hogy az emberiségnek a nagy része elvetette Krisztust, nem ismerte föl benne a megváltót. És amikor az ember elveti az Istent, akkor igazából a Szentlélek ellen vétünk, amelyről az Úr Jézus beszélt, minden bűn megbocsájtatik, azonban a Szentlélek elleni bűn, vagyis amikor az Isten lelke engem a jóra indít, és megmutat egy jobb életet,
amelynek lehet, hogy a kezdete szenvedéssel jár, munkával jár, lelki edzéssel úgymond, de az az üdvösségemnek az útja, és én ennek a késztetésnek, ennek minden erőmmel ellenállok. A másik az igazság. Itt nem az igazságról, nem arról beszél az Úr Jézus, hogy az igazságnak az ellentéte az igazságtalanság, hogy őt csupán igazságtalanul ítélik el, mint ártatlant, hanem igazából itt a megigazulásról van szó. Arról, hogy a szívemet odafordítom a Jóisten felé. Arról van itt szó, hogy ebben az értelemben az igazság az a bűnnek, a bűnösségnek az ellentéte, a megigazulás. Hiszen a kereszten ott a hazugságnak az atya esett ítélet alá, és semmisült meg. És a harmadik pedig az ítélet, itt már a Szentlélek tesz tanúságot. Ez az ítélet nem egy jövőbeli ítélet, hanem az, hogy Krisztus oda ajándékozásával, az ő életének az oda ajándékozásával egyszer s mindenkorra megtörte a gonosznak a hatalmát és az erejét. A hitben gyenge ember, a hittel még látni nem tudó ember ma is úgy gondolja, hogy a gonosz az ember fölött trónol, és még mindig hatalma van fölötte. Viszont a hittel élő ember, a hittet hitből fakadóan látni tudó ember tudja azt, hogy ha nem áll ellen a vigasztaló, a Szentléleknek a késztetésének, akkor egy adott ponton rádöbben arra, hogy a gonosznak hatalma fölöttem már nincsen. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem, énekeltük a Zsoltárban. Gyarapítsd az erőt a lelkemben, hallgass meg, amikor hozzád kiáltok. Az Úrnak a jobb keze, az oltalmaz engem. Hallottuk a Zsoltárosnak a bölcs szavait, és ezt a hittel élő és hittel látó ember ezt tudja is. Ebben a pillanatban, amikor az Úr Jézusnak a peréről beszélünk, akkor látjuk azt, hogy a Szentlélek fölmentik Jézust és az apostolokat a vád alól, és azokat, akik vádolták az Úr Jézust, akik keresztre feszítették az emberi gonoszságnak a magaslatát megmutatva, ezekből az emberekből, akik vádolták az Urat, ezek lesznek a vádlottak, és akit pedig vádoltak az Úr Jézust, ő pedig fölmentődik az ítélet alól. Ezt mind a Szentlélek tesz tanúságot erről. És az Úr Jézus beszél arról is, hogy a tanítványnak osztozni kell Krisztusnak a sorsában, de bátran osztozhat a sorsában, hogyha ez a krisztusi lelkület megvan benne. És ma, amikor Apor Vilmos püspökre emlékezik, főképpen a magyar egyház, akkor Apor Vilmosban egy olyan példaképet kaptunk, nem csak az ő élete volt példakép, hanem a halála. Tudjuk nagyon jól, hogy nagy csütörtök adja meg a mi megváltásunknak az egész kezdetét. Ha nincsen nagy csütörtök, akkor minek a nagypéntek, minek a húsvét, és minek akár a pünkösd is. Apor Vilmos is nagy csütörtökből élt, hiszen 1945. március 28-án nagy csütörtök napján mutatta be az utolsó szentmisét. És nagypénteken, amikor a püspökvárba oda menekült nőket, fiatalokat, gyermekeket védelmezte,
a szovjet katonasággal szemben, akkor egyik katona távozóban ugyan, de visszafordult, és a püspökre rálőtt. Apor Vilmos készült erre, ha elolvassuk az ő életét, az élet történetét, akkor az mutatkozik meg, hogy ő készült erre. Nem tudatosan valószínű, hiszen nem tudhatta, hogy milyen halállal fogja őt megdicsőíteni a Jóisten, azonban az ő tevékenysége, és mivel rá tudott hagyatkozni az Istenre, és engedte magát az Isten lelkétől vezetni, azzal, hogy a szociálisan gondoskodott a rábízottakról, joggal mondta róla boldogalvatáson II. János Pál, hogy ő a győri szegényeknek a püspöke volt. Gondoskodott szociálisan, majd utána az égből védelmez bennünket. Hiszen nagypénteken, ugyanúgy, mint az Úr Jézus, ő is imádkozni tud azért, azokért, akik őt lelőtték, akik halálosan megsebesítették, imádkozik az egyház megyéiért, a hívekért és a papságért. És ez a nagy csütörtök, ez adja meg a mi életünknek is a lényegét, az oda ajándékozottság. Azért szeret engem az Atya, mert nem veszi el tőlem senki az életemet, hanem én adom oda önként. Ez a háttérszolgálat önként odaadásnak a lelkülete. Elgondolkoztam azon, hogy mennyire jellemzi az én hétköznapjaimat ez a háttérben való szolgálatnak a lelkülete. Hiszen hányszor fölháborodunk, hogy mennyire hálátlanok a környezetünk, legfőképpen a szeretteink velünk szembe. Én mennyit dolgozok, mennyit gürcölök a családért, a gyermekekért, a rám bízottakért, a házastársamért, a szerzetes testvéremért, a kolostorért, a plébániáért, és milyen hálátlanok velem szembe. Nem becsüli senki az én munkámat. Ugye, hogy megfordul azért néha a fejünkbe ez a fajta gondolkodás. Mert emberileg gondolkodunk. Mennyire könnyebb lenne a hétköznapjaim, hogyha a Jóisten szándéka szerint gondolkodnánk ebbe az odaajándékozásnak a lelkületével. Teszem, szolgálok, végzem a mindennapi feladataimat, és ennek megvan a gyümölcse, még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy a világ ettől nem lesz jobb. Dehogy nem lesz jobb. Ha mindannyian megtesszük az állapotbeli kötelességeinket, akkor alakul nem csak az én belső világom és a hozzáállásom a kornak a problémáihoz, illetve a kérdéseihez, hanem ezzel, hogy én kötelességtudóan, szeretetből, odaajándékozva megteszem a mindennapi feladataimat, a környezetem is változni fog. Ha változást akarok, legyek én az, aki először változtatok, aki elindulok a változásnak az útján, és a környezetem önmagammal együtt változni fog. Ezért segítsen nekünk boldog Apor Vilmos, hogy ezeket a hétköznapi feladatainkat, ezt valóban, amit ránk bíz a Jóisten, azt feladatként, küldetésként, és amikor kell, akkor a háttérbe tudjuk végezni, hogy a Jóistennek a szándéka az megnyilvánuljon a világunkban. És valóban a krisztusi életnek a gyümölcsei, a szeretet, a béke, az együttérzés, a hit, az megnyilvánuljon. Amen.